Székesfehérváron nyerni tudott az NKS, így hazai pályán elvárás volt a győzelem a nyíregyházi csapattal szemben. Az első negyedet 12 ponttal hozta is a kosársuli, amivel meg is alapozta későbbi sikerét Farkasinszky Gyuláni együttese. A folytatásban is uralták a mérkőzés Pap Klaudiáik, igaz, a két középső negyed a vendégeké lett. Végül 2 ponttal nyert a házigazda egy olyan meccsen, amilyen a szoros eredmény ellenére sem forgott veszélyben a győzelme. Ami talán nehezebbé tette a mostani mérkőzésünket, az az volt, hogy hamarabb kezdtünk el becserélni. Tehát én úgy gondoltam, hogy a játékosainknak mindenkinek adjunk elő játék lehetőséget, tehát végülis így vagyunk egy egység, ahogy vagyunk. És ott a védekezésünk néha-néha azért elcsúszott, és ebből kaptuk ezeket a pluszpontokat. Tehát végülis végig mi vezettünk, tehát is igazából mindig elmentünk 8-10 ponttal, aztán megint főtt az ellenfél, aztán megint elmentünk 8-10 ponttal, tehát körülbelül ez volt a játéknak a képe, de én úgy gondolom, hogy egy percig nem fordult veszélybe az, hogy mi ezen a mérkőzésen kikapjunk. Az, ami azért minősíti, hogy milyen mérkőzés, hogy ellenünk komplett csapattal játszott, hogy ez a Székesfehérvár, Debrecenben már ugye kevesebb játékossal ment át, tehát jó ottunk az, akit megtisztelt azzal, hogy a teljes játékos állományát bevetette ellenünk. A nyíregyháziak vasárnap a pécsi Pinkese otthonában lépnek pályára. Az csak a meccs előtt derül majd ki, hogy a hazaiaknál kikapnak játék lehetőséget az A-csoportos csapat keretéből. A Pink játékos állomány alapján az A-ból nagyon sok játékos lejátszik a B-be, tehát a csapatnak a kétharmada játszik B-t is. Nekünk most az, hogy jó vagy nem jó, ezt meglátjuk. Tehát ez majd amikor odaérünk, akkor fog kiderülni, hogy mennyire lesznek esetleg fáradtak a játékosok, vagy esetleg mennyire vannak fölpörögve attól, hogy ugye folyamatosan más mérkőzéseket játszottak. Elmegyünk, játszunk, aztán meglátjuk. Ez az utolsó idegenbeli meccsünk, de itt már csak örömmel fogunk mindenféleképpen hazajönni, hogy végre befejeztük az utazós mérkőzéseinket. Az amatőr nemzeti bajnokság tabelláján a pécsi Pinkese a 10. 7 győzelemmel és 1 vereséggel. A 12. nyíregyházi kosársuli eddigi 10 mérkőzése közül 7-szer győzött és 3-szor szenvedett vereséget.